Itt a Szekszárdi Garai János gimnáziumban dolgozik a tanárnő, aki koronavírus gyanúja miatt vizsgáltatta ki magát. Egy gyerekcsoporttal Szicíliából tértek haza szombaton busszal, így nem estek át reptéri ellenőrzésen. A dél-olaszországi régióban kedden regisztrálták az első koronavírusos beteget. A szekszárdi tanárnő rosszul érezte magát, ezért a megyei kórházba ment. Semmilyen ilyen gyanú nem merült fel. Gyakorlatilag a kolléganő már otthon is van a lakásában. Nézőinktől úgy tudjuk, Gyönki gimnazisták szintén a napokban tértek haza egy olaszországi sítáborból. Telefonon elértük az iskola igazgatóját, aki viszont cáfolta, hogy ott jártak volna. Nagykónyiban pedig egy házas pár napokkal ezelőtt önként vonult karanténba, miután a velencei karneválról hazaérkeztek, azóta nem hagyják el a házukat. A feleséggel telefonon beszéltünk. Azt mondta, nem nyilatkozik, mert amióta kiderült, hogy maguktól vállalták a karantént, a helyiek kiközösítették őket, és az interneten gyalászkodó üzeneteket kapnak. Közben a pécsi Nagy Lajos gimnázium 4 diákja is önként vonult 2 hetes karanténba, jelenleg egy lakásban élnek mindannyian. Ők Milánóban kirándultak, tüneteik nincsen. Ennek azonban elővigyázatosságból elzárva élnek, amíg tartott a vírus lappangási ideje. Bár jelenleg nincs Magyarországon regisztrált beteg, egy pécsi virológus szerint bármikor betörhet hazánkba is a járvány. Tartani kell tőle, pánikolni, félni, hisztériós rohamot kapni semmiféleképpen nem kell, de oda kell figyelni, ez a legfontosabb. Be kell tartani az előírásokat, az utasításokat, követni kell az eljárásrendeket, és a mi legfontosabb, hogy figyeljünk oda egymásra és magunkra. Vagyis az alapvető higiénés szabályokat kell betartani, ilyen például a rendszeres és alapos kézmosás, mert a koronavírus leginkább érintkezéssel és cseppfertőzéssel terjed. A szájmaszkkal kapcsolatban viszont azt mondja a szakértő, csak az viselje, aki betegnek érzi magát. Azoknak az embereknek el kell jutni az orvoshoz, és mi alatt eljut az orvoshoz, ha nem visel szájmaszkot, köhög, tüsszög és mást megfertőzhet. Tehát azt gondolom, hogy ott az az érdek, hogy ő ne adja tovább, és gondoljon embertársaira, hogy ne fertőzzön meg mást. Egészséges embernek nem indokolt a sebészi szájmaszk viselése. A hatóságok azt kérik, hogy ha valaki lázas, köhög, fáj a torka, akkor maradjon otthon és telefonáljon a házi orvosának, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számainak valamelyikét, az ügyeleti központot pedig a koronavírus@bm.gov.hu e-mail címen lehet elérni.